A család, a barátok, egy házi kedvenc vagy éppen a szerelem jelent meg azokon a rajzokon, amiket a tavalyi Árszákra Fesztivál keretében nyílt gyermekrajz kiállításon nézhettek meg az érdeklődők. Akkor úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket mottóval hirdették meg a fesztivált, míg az idei jámondat a keresd a békét, ami napjainkban igazán aktuális. Az országos fesztiválhoz idén már 17. alkalommal csatlakozik a Fehér Ló Közösségi Ház. Az idei programunk az elmúlt évekhez hasonlóan szerveződik, egy icipici változással, mert minden, amit eddig megszerettek a kedves látogatóink, azt most egy kicsit megpróbáljuk tömbösíteni. Tehát összesen 3 nap lesz az, amikor szeretettel várjuk az érdeklődőket. Ezért 2 programot össze is vontunk egy napra, ez mindjárt az indítási nap lesz, a szombat délután, amikor a családi nappal kezdődő programot a fotókiállítás megnyitóval fogjuk zárni. Így a programok szeptember 16-án, szombaton 16 órakor a családi délutánnal, majd 17 órától a hagyományos gyermekrajz pályázat értékelésével és a kiállítás megnyitójával kezdődnek, ezt követően pedig 18 órakor megnyitják a Moson-Magyaróvári Fotóegyesület idei kiállítását is. Az ünnepi műsorra szeptember 17-én vasárnap 17 órától várják az érdeklődőket, ahol beszédet mond Farkas István piarista, majd fellépnek többek közt a Hildegárd óvoda óvisai, a piarista iskola diákjai, az Enler tánc csoport és a Kameráta Szuminóna. Következő héten szombaton pedig egy templomi kórus találkozóval zárjuk ezt az Árszákra Fesztivált, ahol a városban fellehető szinte valamennyi kórus fellép, igazoltan távol maradhatnak természetesen, akiknek valami egyéb dolguk akad. De szerintem nagyon jó kis egyórás program lesz, amire érdemes eljönni. A többnapos Árszákra Fesztivál valamennyi programja ingyenes, amire várják az érdeklődőket.